első jelentős dátumunk, ahol ugye ünnepeljük a Bakonybéli Monostor millenniumát. 1000 éves falvak találkozója, ez zajlik most jelenleg is, úgyhogy ide értünk, igen. Mi alapján gyűjtöttétek, hogy kit hívtok meg? Történt egy olyan kutató munka, 1086-ból van egy ilyen birtoköszeíró levél, amelyet a Bakonybéli Bence és Monostornak a birtokairól és a javairól írtak össze, és itt 26 települést sikerült azonosítani, amelyekről a Monostornak voltak különböző javai. Volt, ahonnan vámot szedett, volt, ahol révjoga volt, stb. És akkor ezeket a településeket kereste meg az önkormányzat egy-egy meghívó levéllel. 3 település van a mai országhatárunkon kívül, 2 a mai Románia területén van, egy pedig a mai Szlovákia területén van. Ebből a 26 településből 14-en jeleztek vissza és üdvözölték az ötletet és az elgondolást. 3 település már előre jelezte, hogy a dátum miatt nem tud részt venni, de hogy üdvözli, és hogy nyilván egy későbbi időpontban esetleg egy kapcsolatfelvételt ő is elgondolhatónak, vagy jó ötletnek tart. És így jött ki gyakorlatilag, hogy kiket invitáltunk, és ugye ezek a települések 1000 vagy közel 1000 évesek, mivel az 1086-os levélben említik őket, tehát ott pontosan nem tudjuk, illetve nem biztos, hogy mindegyik település 1000 éves. A múltunk egy kicsit itt van, vagyis hát ezen a szálon fut végig. Te hogy gondolod egyébként, hogy miért fontos az, hogy ezekkel a településekkel kiépüljön valamiféle kapcsolat? A lényeg azon volt, hogy ezen a jeles eseményen, és ahogy mondtad, hogy a múltunknak egy jelentős évfordulója, hogy akkor együtt ünnepelhessünk velük, tudjanak róla, hogy esetleg aki ezzel ennyire mélyen nem volt tisztában, mert hát nem biztos, hogy azért egy településen akár a jelenlegi polgármester, akár az elődje, akár a képviselőtestület tagja, akár a lakosok ezzel annyira tisztában lettek volna, mert ez annyira régi dolog, és hogyha ennek nem volt ilyen apropója, akkor ez nem merült fel. Nyilván, hogy ahogy megkapták a meghívó levelünket, akkor ők is, akik egy kicsit elhivatottabbak voltak, ők végeztek kutató munkát, és akkor nagyjából képbe kerültek, hogy mi is az apropója ennek a meghívásnak. De igazából én azt gondolom, a lényeg ezen volt, hogy együtt ünnepeljünk, tudjanak róla, és minél többen jelenünk meg, minél többen egy egységet mutatunk, én azt gondolom, és ez az egység ez arról szól, hogy igen, Magyarországon a kereszténység 1000 éves, és itt vagyunk rá mi élő bizonyítékai, és nem csak mi Bakonybéli és a Bakonybéli Monostor, hanem ők még 9-en, akik eljöttek, és az ő településükön, ezek régen egy-két házas kis települések, egy-két tanyás, lovasbirtokok, stb. Tehát nem, nyilván nem mai település méreteket kell elképzelni, de ők akkor már léteztek, jelen voltak, és azt gondolom, hogy ezt, ugye elmondtam a beszédemben is, hogy ezt most 2018-ban a kereszténységünknek ezt a mi voltját, ezt hangsúlyoznunk kell, ezt ünnepelni kell, erről tudjanak az emberek, erre legyünk büszkék. Én azt gondolom, ez most egy érték. Jól érzik magukat? Igen! Ennek nagyon örülök, mert ennek most vége! Aki esetleg azt gondolta, hogy most itt valami kis habkönnyű passzív szórakozás veszi kezdetét, azt ki kell, hogy ábrándítsam. Ugyanis pillanatokon belül a rémület jeges vasmarka fogja az Ádám csutkánkat szorongatni, és az elménknek kész csatát kell vívni azért, hogy megőrizze épségét, olyan borzalmak fognak itt elszabadulni. Itt ugyanis nem valami Holmi utca színházi produkció következik, hanem egy nyilvános akasztás. Na! Egyébként elsőre talán furcsán hangzik, de nem is olyan régen, már úgy értem, hogy történelmi léptékkel nem is olyan régen, a szabadtéri tömegszórakoztatás vezető műfaja volt a nyilvános akasztás. És mi lett ezzel a régi, szép, nemes néphagyománnyal? Hagytuk méltatlanul kipusztulni! Pirulhat az arcunk, de csak most önöknek itt, a Kajárpéci vízirevű élő egyenesben, 3 dimenzióban, mint az Avatar, csak mondom. Erizzetek! Gyere csak, barátecskám, gyere csak! Kalapa megyén, Vihorvár megyében, gyere csak, gyere csak! Fogni fogsz te, gazember! Imádkoztál ma nekem! Össze tudod, hogy kell mi? Kalapot üssék már a fejére, nehogy már tejét! Egy perc múlva találkozol a cimboráiddal a pokolba, hogy a varnyú mondja a szemednek, hogy csecsebolyót, he? Figyelem! A kötelet illeszék az elítélt nyakára!
nem lesz áll szükség. Figyelem! Mire hármat számolok, az ítéletet brutális precizitással végre fogjuk hajtani. A drámai feszültség fokozása érdekében digitális zenészünket csendre ittem. Pauz. És mire hármat számolok, az ítéletet végre fogják hajtani. Jó nézését utoljára, te kapcabatyár, melyet többet nem látod a Bakony Béli rendezvényt a Szentcsikla. Figyelj! Aki nem bírja az ilyet, az utolsó utáni pillanat, hogy most még el lehet menekülni, mert én mosom kezeimet, miként Pilátus, ha bárkinek bármiféle lelki defektusa lesz, azután, ami most következik. 2,5! 3! Az ítéletet hajtsák végre! Az atya úristen! Hoppá! Aki megmozdul, keresztül levem! Ajaj! Váratlan dramaturgiai fordulat. Hoppá, hoppá! Amint önök is észlelték, minden előzetes konzultációt mellőzve, váratlanul megjelent Csobri Jóska betyár vezér, hogy kiszabadítsa cimboráját szorult helyzetéből. Kezében tartja 32-es kaliberű Smith & Wesson gyártmányú marok lőfegyverét. Jóska golyója éppen szélen találta a pörzekútort, aki miként a Szerengeti Nemzeti Parkban az elefántok elvonult egy titkos helyre meghalni, csakhogy. A pörzekútor fegyveréből kilőtt lövedék, ezt most az önök kedvén lassítva mutatom, de higgyék el, hogy 1200 méter per szekundum négyzet gyorsulással szágult Csobri Jóska központi idegrendszerének irányába, és amikor már csak 3 centire van attól, hogy kilöcsönjön az agyvelem, mi történt? Pauz. Leállítom a jelentet. 2018-ban. Ugyanis Csobri Jóska fején átcikázott egy gondolat. Egyelőre még csak egy gondolat cikázott át a fején. Arra gondolt, hogy azt mondja, azt a pici kalapos Jézussát neki, ezt jegyezzük meg, mert ez volt a kedvenc szavajárása. Azt a pici kalapos Jézussát neki. Ebből itt még a végén valami baj lehet, még a végén fűbe harapok. Na és ebben a drámai halál közeli pillanatban, ugye ma már egyszer említettük Gustav Jungot és Sigmund Freudot, mi történik az emberrel halál közeli élmény során? Ugye úgy tartja a közvélekét, és ilyenkor egy perc alatt lepereg a szemünk előtt egész addig életünknek a filmje. Ugye mindenki hallott már erről. Na, van szerencsém bejelenteni, hogy ezt a filmet fogjuk akkor most közösen megnézni, ami épp az előbb lepergett Jóska szem előtt. Innentől az előadás interaktív. Idősebb... Hát szeretettel üdvözöllek benneteket. Merényletet követtetek el itt. Egyrészt azért, mert akasztottatok, másrészt azért, mert szerintem mindenkinek a kis nevető gödröcskéje gyakorlatilag szerintem tuti, hogy begörcsölt. Hogy éltétek ki meg ezt? Hát annak örülünk, ha ezek az előbb elmondottak létrejönnek, tehát a nevetés kacagást látjuk a nézők arcán, és halljuk a hangukon. Jó volt. Nekünk tetszett, élveztük az előadást, mint már nagyon sokszor. Igen, ez maximálisan átjött, hogy ti is élvezitek, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos egy ilyen esetben. Egy darabotok van, vagy van több is? Nagyon sok. Hát ha 11-2-3 nagyon soknak tekinthető, akkor nagyon sok darabunk van. Ezek között van nyilvános akasztás, van vásári dagonya, vásári pszichodráma, a ember tragédia, vásári western, tehát nagyon sokféle típusú előadásunk van, és van környezetvédelmi előadásunk a legújabbak. A szöveget, a dialógusokat ki írja? Hát egyrészt az élet, másrészt pedig Buzás Mihály a fő művészeti vezetőt. Ő művészeti vezetőnk, és ő ötlete alapján jön az előadás. Gondolom, ötleteltek, sokat leültök esténként, vagy összejöttök néha-néha, ha egy-egy történetet faragni kell, vagy hogy születik egy történet? Hát a Mihálynak van egy elképzelése, terve, és akkor egy vagy két este leülünk borozgatás mellett, és akkor mindenki hozzáteszi a saját ötletét a már nagyjából meglévő vászhoz. Gyerekek, felnőttek egyaránt élvezték, be is mondtátok, tehát voltatok annyira interaktívak, hogy itt a diavetítőt kiadtátok. Ez mennyire kockázatos egyébként? Volt-e olyan, amit egyébként nehezen tudok elképzelni, hogy esetleg a néző közönség nem fogta ennyire jól a dolgokat? Nem, hát ez 99,9%-ban mindig jön, mindig fogja a közönség a dolgot, ahogy mondtad. Meg a Mihály tesz is róla, hogy fogja. A csapat java része. Tehát a Mihályon kívül mindenki a KRPC, de a Mis is már tiszteletbeli KRPC, és a gárda java része lokálpatrióta. Tehát nem, java része mindenki lokálpatrióta, és ezt kívánjuk itt a Bakony Béléknek is, hogy minél több lokálpatriótájuk legyen. Igen, mert hogy gondolom, hogy nem ez a főállásotok.
Nem. Mindenkinek van polgári foglalkozása. Család ezt hogy tolerálja? Hát én most kerültem össze egy pár kapcsolatba. Muszáj neki tolerálni, ezt támogatnak, engednek, meg mindenki, mindenkinek úgy van, hogy támogatja. Tehát... Igen, itt gondolom, hogy nagy barátságok is vannak. Hát egy baráti társaságból alakult az egész. Tehát voltunk 5-6-an egy baráti társaságban, és úgy alakult ki, egy Bakonyai Vigaság alkalmából egy bábtábort hirdettünk meg, és nem jött senki, és akkor mit csináltunk meg az első előadást, és így maradtunk. Tehát bábból indult, aztán a bábok meg elkezdtek mozogni gyakorlatilag. Egy óriás bábokkal csináltuk, és akkor, és mondom, egy baráti társaság volt mögötte, nem jöttek vendégek, akik esetleg megcsinálták volna az előadást, és akkor mi, a társaság megcsinálta, és így maradtunk 17 éve. Hát ezt kívánom én nektek az útirány.hu csapata nevében is, hogy nem ti még 17-et, ami nagyon-nagyon sokat, mert gyakorlatilag talán nem nagyképű, vagy nem merész a kijelentés, hogy hát egy kicsit átírjátok a történelmet, meg egy kicsit történelmet is írtok azzal, hogy egy ilyen vidám előadást, azért van valamiféle tapasztalatom, azért merem ezt mondani, láttam pár előadást, zseniálisak voltak. Hát köszönjük! Tényleg álszegénység nélkül én is érzem, hogy egyedi dolog, amit csinálunk, és tényleg ezt főleg a Misinek köszönhetjük, de alikkel mi is kellünk hozzá. És még annyit elmondanék, hogy az alapító csapatból még vagyunk páran, de az a jó benne, hogy vannak újak 19 évestől, 20 évestől, a magam 55 éves koráig, például minden korosztály képviselteti magát a csapatba. És hogyha valaki be akar hozzátok lépni, az megteheti, vagy nem? Ez le van zárva, barátok vagyunk, ide nem? Nincs. Ha valaki szeretne, várunk mindenkit. Tehát én vagyok a, úgymond, a humán erőforrás menedzser, és ha éppen emberi hiányban vagyunk, akkor megszólítok valakit a faluba, akit úgy érzem, hogy esetleg alkalmas lenne, meg lenne kedve belépni a társulatba, és általában mindig pozitíva. Úgy fogalmaztál, hogy lokálpatrióták vagytok, de mégis kifelé áramoltatok rengeteget. Igen, tehát a csapat szinte mindegyik tagja részt vesz a közösségi életbe, egyesületekbe. Ha van valami megmozdulás a községbe, akkor ott van mindenki a csapatból. És tényleg nem passzívan vagyunk ott, hanem aktívan veszünk részt ezeken a rendezvényeken. Nem csak ilyen szempontból, esetleg más egyesületnek is tagjai vagytok? Igen, szinte társulatban majdnem mindenki tagja valamilyen egyesületnek. Van a Kajárpécét egyesület, hagyományőrző egyesület, lovasklub, tehát majd mindegyikből van szinte egy-egy tag. És Bakonybél, milyen volt, hogy éreztétek magatokat? Már a társaságban nem először vagyunk itt, egyrészt fellépni is, meg tényleg egy baráti társaság volt, vagy illetve vagyunk még mindig, és volt egy túránk a Bakonyba, akkor bevettük Bakonybért is, és akkor is jól éreztük magunkat, és most is. Akkor is felléptetek? Nem, csak egy baráti társaság, ez a rész, igazából ez a társulat, egy hetes gyalogtúrát a Bakonyba lenyomott, és akkor is itt szálltunk meg egyszer Bakonybérbe, és akkor is tetszett, jól éreztük magunkat, meg szerintem most is jól fogjuk ezután. Jó, hát nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, és engem meggyőztetek, úgyhogy így tovább örülök, hogy része lehettem ennek az előadásnak. Köszönjük szépen, és www.vizirevű.hu. Ezt kell megnézni, és akkor még többet meg lehet tudni a társulatról. A császári és királyi reguláris hadsereg, a jó kódom, valam, a császári és királyi reguláris hadsereg úgy ítélte meg, lassan lőtávolságba érkeznek, egyelőre még csak látott távolságok, ez már majdnem lőtávolság. Ektől tűnték fegyvereinket, és vártak a tűzparancsra. A tűzparancs pedig háromra be is érkezett. 1, 2, 3 tűz! És figyelem, csak úgy záporoztak a lövedéke, Kereskály király jó! Istenem, és a tűzpár volt, csak hogy a magyar betyárok, nem maradtak a dúsak a válaszsal, háromra viszonyozták a tüzet.
Mr. Joseph Savary, New York-i gyógyszerész, kicsit magánpatikájában, én nagyanyja recept alapján főzte a magyaros ízesítésű kálamok pirin, hagymás paprikás szaftal. Az amerikai fogyasztói táskon pedig betért kicsit magánpatikájában vásárolni. És képzeljék el, az amerikai fogyasztói társadalom roppant módon ízlet csomlyuska, hagymás szaftos, paprikás, magyaros, ízesítésű kálmapirinje. Ezért már már úgy tűnt, hogy Jóska életében elérkezett a konszolidáció. Csak hogy mi történt ebben a pillanatban, a fogyasztói társadalomra, ahogy gyakran jellemző módon, a kereslet túlnőtte a kínálatot. Jóska nem tudott elég kálmapirint gyártani, a sor egyre inkább feltorlódott. Jóskának járt a keze, mind a cikkban, most neki járt a keze, de nem győzte őket kiszolgálni. Egyesek a szökőket már az ég felé rázták. Jóska egy darabig tűrte, egy darabig tűrte, hajhoztál! Amikor egyszer csak az egyik vevő a fogyasztóvédelemmel kezdette fenyegetőzni, na akkor Jóskánál elgurult a gyógyszer. Iszonyatos karján megfeszültek az izmok! Hát az eredetinek jó, ha ő egy színész. Na, zsínzajlik eztük tovább a konkurálás már a budapesti értéktősdén, ahhoz viszont nem értünk, már úgy értem, hogy ahhoz sem értünk. Azt sem tudom, hogy tegnap hány ponton zárt, úgyhogy kedves Ágnes, legyen olyan kedves segíteni nekünk, oda tekerni a vége felirathoz, hogy tudjuk befejezni a történetet. Kedves Ágnes, tekerjük a végéhez! Sárkotródik a színfalak mögött. Más színfal! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a Kajár Pécsi vízirevűt látták és hallották. Ne felejtsenek el minket, mert én mindenkit megjegyeztem, aki nem röhögött világos. Ott vagyunk az interneten, vízirevű.hu, ott vagyunk a Facebookon, tessék kommentelni! A negatívot azonnal kitörlő a fentba! Jó szórakozást kívánunk a további programokhoz! Mi van? A főpőszekrútor, Húzás Mihály! Ez a nevem, erről nem tettek. További jó szórakozást kívánunk a viszontlátásra. Volt komoly fellépő és a más település részéről. Egész megdöbbentő volt ugye a legelső. Számomra tényleg egy elég komoly produkciót adtak elő. Kajár Péciek, ugye? Igen, Kajár Pécről a vízérevő. Hát igen, mi is meglepődtünk, egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. Egy ilyen vidám, bohókás előadást hallhattunk. Valójában ugye azért volt történelmi tartalma is, tehát hogy teljesen jó volt, úgyhogy nagyon örültünk neki. De természetesen a népdalkörösöknek, a néptáncosoknak, tehát mindenkinek ugye a Szücsi hölgyek is a vidám műsorukkal, hát ők többször ugye közel vannak, ők többször szerepeltek. Úgyhogy igen, szerintem egy tartalmas színvonalas dolog volt, igen. Fontos ez az összetartás jegyében is. Mindenképpen. Több polgármestertársam jelezte, hogy fontosnak tartanák, hogyha lesz valami utóélete a dolognak, úgyhogy bizakodva nézzünk itt a téli hosszú esték elé, amikor majd tudjuk ezt a kapcsolatot esetleg tovább boncolgatni, hogy milyen irányba, vagy hogy milyen státuszba folytatjuk tovább. Polgármesterre áll itt a kameráink előtt, szeretettel üdvözlöm, Bakony Bélbe vagyunk. Hogy érzi magát? Nagyon jól. És itt a képernyőn keresztül is szeretném megköszönni a meghívást. Egy nagyon szép gondolatot karoltak fel itt a Bakony Béliek, és nagyon örülünk annak, hogy meghívtak bennünket, mert azért 1000 év az 1000 év, és ennek méltón emlékeznek meg, úgyhogy gratulálunk a szervezésért, gratulálunk a rendezésért, és nagy örömmel jöttünk, és természetesen nagyon jól érezzük magunkat. Ó, ezt nagyon szépen elmondta. Ugye mondják azt, hogy akinek nincs múltja, nincs jövője. Múlt az nagyon fontos.
a hagyományok szintén, ugye az útirány.hu csapata is azért dolgozunk, hogy minél több az emberi értékek is. Úgy láttam, hogy ön talán énekelt is, vagy bent volt a dalkörbe? Igen. Hát, mivel a feleségem a falu mindhárom kórusának a karnagya, ebből következően ugye mindhárom kórusban énekelek is, a nemzetiségi kórusban, a Magyar Palány Hangja kórusban és a nyugdíjas kórusban is. Ráadásul még, hogyha van engedi szabad időm, akkor a Magyar Palányi Nemzetiségi Tánckarban is táncol. Úgyhogy van elfoglaltság éppen bőven. És mindemellett polgármester is. Természetesen mindemellett még polgármester vagyok, amely munkát nagy örömmel végzem, és szeretem ezt a települést. Rajtam kívül még nagyon sok ember dolgozik azért, hogy ez egy szép és virágzó település legyen. Egy nagyon jó csapat alakult ki, és öröm velük együtt dolgozni. Az ilyen kis településeken is, mint Bakonybél vagy, mint Magyar Polány, és itt lehetne sorolni. Nagyon-nagyon fontos az összetartás, mert hogy nagy az egymásra utaltság is talán, és talán ez egy kicsit arra a kis társadalmi rétegre jó hatással van. Hogy van ez Magyar Polányban? Ez egy nagyon-nagyon jó és alapos kérdés. Tudni kell azt, hogy Magyar Polány egy sváb település. Tehát olyan nagyon könnyen azért a közösségbe nem lehet bekerülni, de aki beköltözik a faluba és bizonyít, az ugyanúgy a település védernyője alá kerül, mint az összes többi úgynevezett őslakos, tehát befogadó ez a közösség, és együttműködő ez a közösség, és számíthat mindenki a másik segítségére, hogyha baj van. Nem olyan régen volt egyébként egy tűzeset a faluban, ahol három testvérpárnak a kis házikója égett le, pontosabban lakókocsija, és gyakorlatilag az egész falu egy emberként mögéje állt. A második napon már azt is tudtuk, hogy hol fognak lakni, milyen berendezés kell nekik, már lista volt, hogy kinek mekkora cipője, ruhája, meg stb. Kell, tehát megmozdult mindenki, és mindenki segített, de ez más vonatkozásban is így van. Igen, ez nagyon-nagyon jó dolog. Mire büszkék Magyar Polány vonatkozásából? A hagyományainkra. Tehát ez a legfontosabb, ön is említette, mert ugye aki a múltját ismeri, az tudja tervezni a jövőjét is, és ebből következően Magyar Polányban nagyon sok épített örökség van, amire nagyon büszkék vagyunk, amiket igyekszünk úgy karba tartani, hogy az ide látogató turistáknak egy nagyon szép emlék, egy nagyon szép benyomás legyen, ezért is kapta Magyar Polány nem olyan régiben az Európa Nosztalgia kitüntetést, amire természetesen nagyon büszkék vagyunk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy negyed századon keresztül él Magyar Polányban a passiója, játék, amely az idén volt ugye 25 éves, és ezt szeretnénk természetesen megduplázni, hogy 50 év, és nyilván a mögöttünk lévő generációnak az a feladata, hogy ez 100 éves időtartamig is elvigye. És ezen kívül azokat a néphagyományokat, közösségi életet, amely a faluban virágzik, azokat szeretnénk megőrizni, az önkormányzatunk támogatja is a civil szervezeteket, hogy ezeket a hagyományokat ápolják, megóvják, és az utókor számára elérhet tővé tegyék. Mit hoztak ide Bakonybélbe? Egy kicsi, ha esetleg valamit meg lehet fogni fizikailag, nézzük meg. Igen, tehát egy nagyon aranyos kis kiállítást hoztunk ide Bakonybélbe. Hát a Magyar Polány ugye a Kálváriáról, Kálvaiar hegyéről ismeretes, és a stációiról. Természetesen műemlék környezetben van. Ezt a leporellót hoztuk, amit be tudunk mutatni, így néz ki a Kálváriánk, és a helyi termékekből egy nagyon szűk szeletét tudjuk bemutatni, itt a száraz tésztáktól a mustárig, az olajig, a gyümölcs léig. Aztán hoztunk egy kis szóróanyagot, a helyben készült lekvárig. Hoztunk egy kis szóróanyagot, ami bemutatja Magyar Polányt három nyelven, németül, angolul és magyarul természetesen. Néhány kis hűtőmágnest, ami a falu jelképeit mutatja, és természetesen itt van az egyik civil szerveződésünk, a szövő szakkörnek a munkái. A szakkört nem tudtuk most ma felvonultatni, de azért a munkáiból tudunk egy kis kiállítást prezentálni.
természetesen őket is támogatjuk, és egy nagyon szép hagyományt folytatnak tovább, amit annak idején, hát ugye az elődeink minden anyagot felhasználtak, semmit nem dobtak ki, és ez is látszik, hogy tulajdonképpen már kidobott ruhákból, rongyokból nagyon szép munkákat tudnak alkotni, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ez egy új értéket teremtenek ezáltal. Látszik a szeme csillogásán, hogy ezt tényleg örömmel és őszintén mondja. Én ehhez kívánok önnek sok erőt és kitartást, és örülök, hogy itt volt a Bakonybér. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és várunk mindenki szeretettel Magyar Kolányba. Köszönjük. Így legyen. Hát szeretettel üdvözlöm, Tés sátránál vagyunk. Ön egyben képviseli a népdalkört is, meg ugye Tésen, mint lok. Tevékenykedem, így igaz, igen. Keresztnevét hadd kérdezzem meg. Dr. Gergely Vilma vagyok. És hogy szólíthatjuk? Doki néni. Nagyon édes. Jó, Doki néni, biztos? Hát kisgyerektől az idősekig így szólítanak. Nagyon aranyosak. Én eleinte idegenkedtem a néni megszólítástól, amikor nálamnál jóval idősebbek ezt mondták, de aztán rájöttem, hogy ez a kicsinyítő képző, a kedvesség, a szeretet, az ajnározás jelképe. Úgyhogy én azt teljes mértékben elfogadom. Én meg ezt tiszteletben tartom. Beszéljünk egy kicsit Tésről. Egy pár szóban, ha el tudná nekem mondani, hogy milyen sátor, illetve mivel jöttek ide Bakonybélbe, mert hogy most Bakonybélbe vagyunk. Én elsősorban hazabeszélek, én nem vagyok tési születésű, de annyira szeretem Tést, mint aki ott született. Sőt, mondhatnám, hogy roppant büszke vagyok erre a településre. Legfőképpen azért, mert egy kis létszámú település megpróbálja minden úton megmutatni magából a legjobbat. Így történt ez a mai rendezvény alkalmával is, hiszen a kollégáim itt vannak ezzel a gyönyörű rendezvénytárral, amit mindenkinek szíves figyelmébe ajánlok, de magunkról, a tési népdalkörről csak annyit, hogy 19 éve működünk, rengeteg versenyt nyertünk már, a leghíresebb és legrangosabb népdalkörös rendezvényeken már mindenhol sikerrel szerepeltünk, mégse erre vagyunk a legbüszkébbek. Nekünk az a legfontosabb, hogy a népdalt, mint tiszta forrás, továbbadhassuk az utódoknak, és nem utolsó sorban a dal összekovácsoló erejét érezzük nap, mint nap. Három generáció tagjai énekelnek együtt, és erre roppant büszkék vagyunk. Nagyon szép létszámmal szerepelünk mindenhol, és ez külön büszkeséggel tölt el, hogy polgármestertől, a volt polgármesterig, házi orvostól, a tanítóig, mindenki kiveszi részét ebben a dalolásban, és ezzel öregbítjük Tés hírnevét. Na hát akkor téged is szeretettel üdvözöllek, még mindig itt vagyunk a Tési sátornál. A Tési Helyi Értékbizottságának a sátra, itt mutatkozik be az helyi értéktárunk. A legjellemzőbb, a legkülönlegesebb anyagainkat hoztuk el, amelyek fémjelezik Tést is. A Tésen folyó értékkörzést, értékgyűjtést, a múltat, a jelent is talán a tök magon keresztül, a tök magalajon keresztül a jövőt is. Igazából az értékeink, a múltunk, a jelenünk és a jövőnk együtt, és megpróbáljuk ezt így ebben a sátorban bemutatni. Itt az első a Tési tök magalaj, két fiatal helyi vállalkozó termékei ezek, folyamatosan bővülő kínálattal, ezek itt a mintadarabok, illetve fotókat kaptunk még arról, hogy ők hogyan készítik el ezt a tök magolajat, a földről hogyan kerül be aztán az üvegekbe. Ez a sok mindenféle természetes anyag. Van egy pásztorbot, egy idős bácsi faragványa, sajnos ő már nincsen köztünk, viszont ezt a pásztorbotot elhoztuk megmutatni. Szabad idejében farigcsálta. Jenei József pásztorbotja látható a T betű felett. Aztán Garainé, Kisbej Ágnes néni munkái, azok a táskák ott fenn a sarokban.
Aztán az értéktár része még Svellik László punk sorozata, a 23 punk rajzból kettőt hoztunk el, illetve egy újra gondolt Tési Szélmalom képet lehet látni még itt a punk lányok mellett. Általában modelleket, híres színésznőket ábrázol a rajzain. Aztán a lógóparavánokon a községünk történetét mutatjuk be, illetve azokat a jellemző, Tésre jellemző tevékenységeket, kulturális életünkből akár, amelyre büszkék vagyunk, vagy amelyekre büszkék vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk megmutatni ezt a nagy világnak is. Itt a kis kosarak között oregánót, illetve levendulát láthatunk. A kosarakat egy ügyeskező társunk készítette, Csekné Wittmann Andrea munkája. Aztán itt az asztalon az árvalány haj gyermekcsoport, néptánccsoportnak az asztala látható, illetve a Múlttal a Jövőért Egyesületnek a promóciós anyagát állítottuk ki. Tehát itt két falunk béli hölgy munkái láthatóak, ők tűzzománc házszámtáblákat készítenek. Sziráki Judit és Kristóf Mariska gondolt egy nagyot, és úgy döntöttek, hogy megpróbálnak házszámtáblákkal ellátni bennünket. Ezek tűzzománcból készülnek, van itt néhány minta példány. Azért annyit hadd kérdezek akkor, hogyha nekik volt egy ilyen gondolatuk, Tés fel is lesz szerelve ilyen házszámtáblákkal? Van ilyen gondolat? Gondolat van, meglátjuk, hogy mennyire érdeklődik a falu lakossága. Itt a lehetőség. Aztán, ha tovább lépünk, akkor itt a következő kis fülkét, amit létrehoztunk, ezt a fafaragásoknak áldoztuk. Szabó Anna fafaragásait lehet látni ezen a kis asztalon, illetve középen elhelyeztük az ő fafaragását, amelynek a közepén Kóta Dénes festőművész tanár munkája látható, illetve Kóta Dénesnek egy másik rajza ezen a kis mozgóképen, a húzat egy picit mozgatja, úgyhogy nagyon érdekes, ahogy a fény visszatükröz. Igen, most én kimondottan én magamat látom be. És ez a sarok pedig a Tési kézi munkák sarka lett. Garainé kis Bejágnes hímzései, népi motívumai. Itt az asztalon főleg azok a munkái láthatóak, amelyeket különböző tájegységek mintavilága ihletett. A falakon pedig patchwork munkái, amelyeknek vannak bakonybéli vonatkozásai. Régebben működött itt egy varroda, és kapott anyagokat innen a varrodából, anyagdarabokat, anyagmaradványokat, és azokat felhasználta ezekhez a csodálatos képekhez, mert ha megnézzük, valamennyi kép. Igen, egyébként ezt el kell mondjam, hogy nekem a nagyanyám ott lakott a varrodával szembe itt Bakonybélbe, és ő is kapott anyagokat, tehát rokon szakma. Nem beszéltünk a szélmalomról, hogyha Tést mondják, akkor Szélmalom az első, ami beugrik. Mi az utirány.hu is csináltunk már ott kétszer is filmet. Éppen most sikerült beszélnem a megyei értéktár képviselőivel, az új vezetőjével, és úgy néz ki, hogy a Veszprém megyei értéktárba felvételt fog minél előbb nyerni a kétési Szélmalom. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan, milyen hamar járunk ennek a dolognak a végére, aminek nagyon-nagyon örülnénk, hiszen ez egy országos ismertségű műemlék Tésen, és hát mindannyian tudjuk, hogy ez Tés egyik vezető jelképe is. Úgyhogy dolgozunk azon, hogy minél többen eljuthassanak, és minél több fórumon, még több fórumon megmutathassuk, olyan fórumokon, ahol eddig esetleg még nem sikerült megmutatkozni a Tési Szélmalmoknak. Igen, és azt tudjuk, hogy előbb beszélgettünk arról, illetve te hoztad ezt a gondolatot, hogy múlt, jelen, jövő, ez egy nagyon szép gondolati sík, ha már múlt, hagyományőrzés Tés tekintetében nyilván nagyon fontos, ez itt látszik. Ez így van. Megpróbáljuk összegyűjteni azokat az anyagokat így az értéktár keretein belül, amelyek még fellelhetőek a faluban, és a múltunkra emlékeztetnek bennünket, illetve megpróbáljuk ezeket továbbadni majd aztán a jövő nemzedékének. Ők is csak úgy tudhatják, hogy mi történt régen, vagy milyen értékek maradtak ránk, hogyha mi most összeszedjük a 24. órában, megőrizzük, leírjuk, hogy az micsoda, és aztán megmutatjuk a többieknek is, aztán majd áthagyományozódik ez a következő nemzedékre, a gyermekeinkre, vagy az unokáinkra. Igen, ez nagyon lényeges, és egy utolsó kérdés, Bakonybél, hogy tetszik?
Én imádom Bakonybélt, én évente többször vagyok itt, teljesítménytúrára jövök, wellnesselni jövök, tantestületi kirándulásra jövök, én minden alkalmat megragadok, hogy ide jöhessek. Nagyon szeretem Bakonybélt, és örülök, hogy most is itt lehetek. Jó, ezt mi is köszönjük, az útirány.hu csapata nevében is köszönjük, és további jó munkát, már ha ez munka egyáltalán. Köszönjük szépen, munka, bele kell tenni a munkaórákat ebbe is, különben nincs eredmény. Köszönjük szépen. Hát szeretettel üdvözlöm Önöket, SZIL képviseletében itt a sátor alatt. Mit hoztak? Rabokizi perecet és kalinkót. Perec az úgy ismerős, a rába köz azt tudjuk hova rakni, kalinkó, ez nekem teljesen idegen, ez micsoda? Igen, az káltésztából készült, az káltészta. Akkor szokták használni, vagy sütni. És akkor abból itták a kakaó mellé, vagy bármi mellé. Mert ugye akkor úgy szokott lenni, sok helyen háznál volt a lakodalom. És akkor volt egy uzsona, akkor arra ezt csináltak, aztán mit tudom, vacsora, vagy valami. Úgyhogy ezt arra szokták. Amikor ugye azt szokták régen mondani a tátogatók, akik nézték az esküvőt. Hogy milyen szót tetszett mondani? Tátogatók? Tátogatók, igen, tátogatók. Akik nézelődtek. Nézték a menetet. Valaki irigykedve, valaki meg sajnálkodva. Így van. Igen. És azoknak dobálták a rába közi perecet. És búcsumásnap, akkor meg a fiúk, vagy hát a regények, akik a búcsúnapján táncoltatták a lányokat, másnap reggel mentek perecet szenni. Úgyhogy nagy szégyen lett volna, ha jön a fiú hozzá a botot, a rudat, aztán nem tud ráakasztani, akkor mindig akasztott rá az ember nekik egy perecet, és akkor megtellett, hogy aztán mit csináltak a fiúk vele, megették, eladták. Eladták a kocsmát. Igen, apukám azt tudta mondani, hogy rengeteg perecet összeszedtek, és akkor még valamikor régen, mikor összegyűlt 2-3 rúd perec, akkor bementek a kocsmába, a Kovács Radár kocsmájába, és ott eladták a perecet. És vettek rajta bort, és akkor délután abból iszogattak, amíg tartott. Most például itt van velünk a hagyományos néptánccsoport. Még tetszik majd látni, az nagyon régi, meg azok most nincsenek itt, a citerások, azok is már nagyon régóta. És őket nagyon sok helyre elhívják. Ez az, ami tényleg hagyomány nálunk, a legjobban a táncosok. Mennyire fontos ez Önök szerint, hogy itt a régmúltból eredendő dolgokat egy kicsit felevelenítjük a fiatalok, hogy egy kicsit lássák, hogy éltek régen az emberek? Igen, hát az a jó dolog, ha és tanulják meg a fiatalok. Meg tetszik is, nagyon mindenkinek. Nagyon mi örülünk neki, még mert a fiatalságunkat, ott is még fiatalabbak, de nekem a fiatalságomat azért jobban visszahozza. És én tényleg örülnék neki, ha a mai fiatalok is ennyire nagyon szívükön viselnék az, hogy a hagyományok ne vesszenek ki. Már nálunk a szili búcsú az úgy kezdődött, hogy ebéd után a templomba meg volt a litánia. Litánia után. És akkor ez a néptánc csoport nyitotta meg, szili karét eljárták. Bunkot, aztán azon nyillódott meg a szilibucsú, akkor a templomtól elmentek a kocsmába, ott újra eljárták a karét, az egy nagyon jó tánc, és akkor úgy nyitották meg a szilibucsút, és az szokott lenni. Tessék megmutatni, hogy nézett ez ki? Már a tánc? Ja, na. Nekem már nem megy, nekem sem megy ma az. Hogy nézett ki? Mindegy, az volt, a körbe mentek így, és akkor emelgették le, ez így volt. Nem tudom már táncolni, mert már lassan. Ezt a férfiak. Ezt a férfiak, nem a nők. Ja, és akkor olyan volt, hogy a cég. Utána volt a vegyes, a nők-fiúk együtt. Az utólag volt, de az elsők a férfiak volt. Igen, és akkor a templom előtt körbeállták, tetszett neki csaj vagy lány, akkor az bevitte, az ott a cés lány. Igen. A fiú meg a cés legény. Cés, jól értem, C, mint C betű? Igen. És miért C? Azt nem tudom, te cés legény volt, igaz? Az mondták, régen nem volt. A szerelmét, vagy aki tetszett éppen neki, azt kérte föl a templom előtt. És akkor
azt vitte be a búcsúba, ába közi mintát. Ez is, ez is. Akkor a kék festő az nem szili kimondottan. Az nem. Meg a falvédők. Igen. Ez egy kimondott rá. Köszönjük a gyönyörű előadást a magyar korábban. Ez a pávás, ez a rész. Ez egy kimondott rába közi motívum. Ez egy jellegzet, és nagyon sokan szeretik himezni ez a piros fehérrel. Csak már nagyon kevesen. De csinálja még valaki egyébként szír? Szírban nem. Csinálja mindenki magának. Valamik én is nagyon sokat kivartam. Én is nagyon sokat. Falvédőket is nagyon sokat kivartam én is. Ezeket nagyon szeretem. Bakonybél, hogy érzik magukat? Nagyon jó, köszönjük. Örülünk a meghívásnak is, hogy eljöttünk. Örülök én is, nagyon jó. Nagy meleg ellenére egész jól érezzük magunkat. Jó, köszönöm szépen. Szeretettel üdvözöllek benneteket, itt kóstolják a kajátokat. Mit készítettetek? Láttam, hogy van itt különlegesség is, színes galuska, nem láttam még soha. Igen, hát a nemzeti színük, ugye a Bakonybél ezen éves évfordulójára vagyunk itt, úgyhogy úgy raktuk fel a tányérunkat a főzőversenybe, hogy kiírtuk a nemzeti színekből, hogy Bakonybél 1000, és színes galuskát készítettünk, ez paradicsomos, ugye a sima, normális galuska és penótos, és emellé főztünk egy gombás, tehát bakonyi marhapörköltet vörös borral. Jó, nézzük meg már ezt a galuskát, ez engem nagyon felcsigázott. Ez a spenótos galuskánk. Ő készült paradicsommal, ezért ugye piros, és hát a sima hagyományos, a fehér. És akkor mellé van egy kis házi savanyúságunk, kovászos, ugye már nyáron káposzta, cukkini, uborka, illetve erős paprikánk. Jó, és a pörkölt? A pörkölt pedig, mint mondtam, vörösboros, gombás, marha pörkölt lett. Úgy látom, már fogyott belőle rendesen. Igen, egy kevés, de nem is főztünk nagyon sokat, egy 5 kg húsból készítettük, de fogy belőle szépen, igen. Miért volt fontos nektek, hogy itt megjelenjetek főzni? Ez a hangulat egyébként. Tavaly is itt voltunk, tavaly többen voltak, több mint 10 csapat volt főzni, most csak 3 csapat volt összesen, de a hangulat, jól érezzük magunkat, itt vagyunk a családdal, úgyhogy ez szuper. Abszett. Bakonybél? Bakonybél, szüleim Bakonybélben laknak, csodálatos, gyönyörű hely. Emberek? Nagyon szeretünk itt lenni, nagyon kedvesek, akiket ismerünk, és hál' Istennek elég sok embert ismerünk, most már annyiak, most szinte mondhatom, hogy az egész falut, abszolút nagyon kedvesek, nagyon rendesek, úgyhogy szuper jó falu, mindenkinek csak ajánlani tudjuk. És egyébként hova valók vagytok? Mi Budapestre valók vagyunk, anyuék onnan költöztek le 2 évvel ezelőtt, de már soha többet nem mennének vissza, úgyhogy amikor tehetjük, mi is itt vagyunk minden hétvégén náluk, illetve amikor szabad időnk van, akkor itt vagyunk folyamatosan. Akkor hajrá Bakonybél! Hajrá Bakonybél! Hogy ízlik a kaja? Nagyon finom. És tudod, hogy mit eszel? Pörköltet. És milyen pörköltet? Marha pörköltet. És milyen a marha pörkölt? Finom. Marha jó. Igen. És galuskával eszel? Nokedlivel. Igen, nokedlivel. Én nem tudom jól nyilván. Igen. És te hova, honnan jöttél? Pestről. Bakonybél tetszik? Igen. Mi tetszik Bakonybélbe? Hát, hogy itt lakik a mamám meg a papám. Szoktatok kirándulni? Igen, szoktunk. Évente egyszer mindig elmegyünk a nagybátyám rendőrtársaival kirándulni. Hova? Barlangba? Erdőbe kirándulunk. Jaj, jó. Akkor további jó szórakozást. Köszönöm. Lehetett választani marha pörköltöt, vagy sertést, vagy húsfajtából, de úgy az legtöbben marhat kértek. A köret? Hát ezt 5 köreszt most kaptam a szomszéd. Én köretet nem csináltam hozzá, de... Kenyérre. Uh-huh. Akartam hozzá csinálni galuska, hogy nokáris vagy rondva, de az már nem volt rá időm. Kicsit emeljük meg a tetejét, ha megmutatnád, belnézés, hogy így kaja közben zavarlak. Van valami speckó dolog? Általában a kömény mag, bors, a paprika, paradicsom. Kevés fokhagyma, hagyma. Minden évben kín vagytok főzni? Hát én már nagyon több éve már kín vagyok. Uh-huh. Szeretek főzni, de általában
mindig más volt, amikor vakpörköltet csináltam, vagy épp a sertéspörköltet. Bakony Béli vagy, gondolom. Igen. Miért szeretsz itt élni? Igen, én közel már ilyen 30 éve kerültem ide, és azóta itt maradtam. Honnan? Érdről. Járom is a nélkülműket, egyeket, mert több kilométert megyek úgy egy nap. Volt, amikor elmentem 40 kilométert is. Jó, köszönjük szépen, és akkor további jó szórakozást. Hát, köszönöm szépen. El voltatok fent a színpadon, egy színdarabot adtatok elő, ugye? Igen, egy színdarab volt, végül is egy zenés színdarab, Bohózat. Ti egy gondolom, valami egyesület vagy csapat vagytok, gyakran összejöttök? Bakony-Szücsi Hölgyek Klubjától jöttünk 2000. Még egyszer, ez olyan szép volt, Bakony-Szücsi Hölgyek Klubja. Igen, ilyen szép, nem Vénasszonyok, hanem Bakony-Szücsi Hölgyek Klubja. 2009-ben alakultunk, úgyhogy jövőre 10 évesek leszünk. Csak hölgyekből áll, nyilván a nevünkből is fakad. És hát mindenféle koreográfia, a tánctól a színdarabig, népi színdarabjaink is vannak. Most egy ilyen könnyebbet választottunk, ami úgy gondoljuk, hogy egy ilyen falusi rendezvényre, ami az embereknek jobban a figyelmét leköti, ilyet választottunk, és úgy vettük észre, hogy sikeres volt. Egyébként hogy jön az ilyen ötlet? Tehát, hogy párra leültette, gondolkodott, unalmasak a napok, délutánok, csináljunk valamit, vagy hogy? Nagyon szeretünk összeülni, szinte hetente, két hetente összeülünk, a nyári időszakban kevesebbszer, és egyéni ötletek alapján kinek mi az elképzelése, mit talál, mi az, ami színvonalasabb, és akkor hozzáadjuk a saját magunk elképzelését, koreografáljuk, és így visszük színpadra. Jó, gondolom, a dialógusok születnek valahogy. Most ez egy előbb itt, akik felléptek, ugye először ők ötülük, mertem megkérdezni azt, hogy összeülnek, sörözgetnek, gondolkodnak és jönnek az ötletek. Ti körömlakott, vagy körömlakoztok? És... Mi pálinkázni szoktunk, és abból jönnek az ötletek. Nem csak a pálinka, hanem a Bakony-Szücsi finomborok is adják az ötleteket. Van egy, vagyis volt, most már csak sajnos egy tagunk, aki nagyon-nagyon kreatív volt, és nagyon tudott önálló színdarabokat, zenés játékokat megírni. Ebbe partnerek voltunk, nagyon-nagyon tetszett. Sajnos egyéb elfoglaltsága miatt most már nincs velünk, de próbáljuk azért a színvonalat így is hozni, tartani, amennyire tudjuk. Hát csodálatosak voltatok, Bakony Bél, hogy tetszik? Bakony Bél a szívünk csücske. Itt vagyunk a szomszédban, 10 kilométer, nagyon sokat vagyunk itt, itt ismerjük, szeretjük a Bakony Bélieket is, úgyhogy nagyon sok barátunk, ismerősünk, sőt van, akinek hozzátartozója is van, nagyon szeretjük Bakony Bélt, csodálatos település. És maga a Bakony? A Bakony, a hazánk. Bakony Bécsről jöttünk, ez csak szép lehet. Igaz, hogy a Bakony alja, de Bakony a hazánk, a hazánk. Ide születtünk, itt élünk, és itt is fogunk valószínűleg meghalni, szerintem. Nekünk az elvünk, hogy itt maradunk a Bakonyban. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és további sok sikert, kitartást a további munkátokhoz, és szórakoztatjátok sokat. Köszönjük szépen, fogunk, tervünk az, hogy fogjuk szórakoztatni a közönséget. Ilyen Bakony-Szücs. Így van, én Bakony-Szücs és Bakony Bél. Köszönjük szépen. Odabent egy piszok jó nő horpaszt mélyen az ágyban. A törpéknek megtetszett a szépséges hófehérke. Marasztalták, befogadták, meg is hívták estebédre. Nógrád megyéből a Ipolyerdő ZRT által dolgozóként, hivatásos vadászként dolgozom, és most már a harmadik éve, hogy részt veszek ezen a Bakony Béli
falunapon, mivel bakonybéli származású vagyok, és az előző évben, meg azelőtt... Igen, ezt akartam mondani, hallottam, hogy minden évben utolsó vagy. Igen, hogyha előre számítjuk, akkor elsőként végeztünk, ugye a Jászminnal, a kislányommal. Megpróbáltuk most is, majd ugye kiderül, hogy ebben az évben mit produkáltunk. Most egy marhapörköltet főztünk, mivel az volt a kihívó étel. Előző évben egy lecsós csirkemellel a kedvenc ételével a Jászminnak produkáltunk, amivel elsők lettünk. Az elő évben egy Budapest ragúval, ami egy vadisznó pörkölt alapból készült. Most, ami a meghirdetett marha pörkölt főzőversenyen indultunk, hát meglátjuk, hogy hogy végeztünk. Jó, most azon gondolkodom itt közben, amikor mondod, hogy most idén elég kevés főző volt. Lehet, hogy azért nem jöttek sokan, mert apától megijedtek, hogy akkor minek? Lehet. Én egyébként arra számítok, hogy mi elsők leszünk most is. Reméljük. Te mit tettél hozzá? Hát én ugye kevertem, néha apának adogattam a húst, meg a hagymát is, a fűszereket, és... Mindent beletett, ami kell, amit bele. Kell, igen. Nagyon segítőkész a Jászmin. Imádok segíteni. Hány éves vagy, Jászmin? 8 éves, most leszek 9. Azt mondtad, hogy imádok segíteni? Igen. Ezt üzenjük minden ekkora gyermeknek, hogy ezt így mondja ki, jó? Jó. Mondd ki. Imádok segíteni. Próbáltam egyébként kóstolót kunyerálni, de nem kaptam. Sajnos, idézőjelben sajnos, ugye minden éven főzök egy jó adag ételt, de mindig a végére hirtelen el kell. Nem tudom a miért itt, talán azért már jól főzök. De ugye nem az, hogy valaki kiborítja, amíg te hátrafordulsz, és jaj, elvitték. Hát nem. Igen, szeretek főzni, és bele is teszek mindent ahhoz, hogy jó legyen. Önök ettek belőle, ugye? Hogy íz lett? Rendkívüli finom volt, ugye ő a fiam, és mindig takszerűen főz, mindig imádjuk a főzjét, nagyon meg vagyunk vele elégedve. Akkor a büszke apa. Igen, büszke apa, igen. Ő az unoka, igen. 11 évvel ezelőtt felkerültem Nógrád megyébe, de a bakonybél az mindig is a szívem csücske maradt. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Bakonybél mint olyan. Hát itt nőttél fel ezek szerint? Bakonybélben igen, itt nőttem föl. 32 évig itt gyerekeskedtem, mondhatom azt. Itt kezdtem a hivatásos vadászi pályafutásomat a Bakonyerdő ZRT-nél. Felkerültem az Ipolyerdőhöz, mint hivatásos vadász, és most már mondhatom azt, hogy 18 éve aktívan, mint hivatásos vadász végzem a feladataimat, de... Ki kell azt mondjam, hogy azért a bakony, az a bakony. És neked Bakonybél mit jelent? Én nagyon szeretek itt lenni, mivel a mamá, amikor ugye születésnapom van, meg valami van, és amikor szoktunk jönni, akkor a mamáik nekem mindig vesznek valamit. Kedveskednek, és imádok itt lenni. Kirándulni szoktatok? Igen, nagyon. Hát szoktunk. Mi a kedvenc a kiránduló helyek sorába? Nekem, ahol voltam, mondjuk Hubertlak. Hubertlak a kedvencem. Jó, hát akkor további jó szórakozást kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Jó, hát szeretettel üdvözöllek. Itt vagyunk a Bakonybél sátrába. Ti is itt vagytok, nyilván itt vagyunk Bakonybélbe. Mit állítottatok ki, mit hoztatok, mire vagytok büszkék? Egy kis bemutatót állítottunk össze, nem az összes bakonybéli kézműves munkáiból, most ez, akit el tudtuk érni itt a nyár hevében. Néhány jellemző tárgyat sikerült azért összeszedni a kézművesektől. Kropp Milánnak láthatóak a faragványai. Őrá nagyon büszkék vagyunk, mert junior primadíjas fafaragó. Mellette Troják Zsuzsannának a bőrműves munkáiból egy kis bemutató. Mind a ketten nem csak készítik a tárgyakat, hanem kézműves foglalkozásokon tanítják is a gyerekeket, úgyhogy rendszeres szereplői a bakonybéli rendezvényeknek.
Itt láthatunk egy tablót a Szent Mauritius Monostor ötvös műhelyéből. Vásárhelyi Anzelm, a kiváló ötvös szerzetes, aki különböző kultúráknak történeti keresztjeit készíti, ezek mellkeresztként meg is vásárolhatóak a Monostor ajándékboltjába, illetve ha kicsit közelebb megyünk, a kortárs feszületek, korpuszokból is kiállítottunk egy pár darabot. Pár tárgyal tudtuk csak most képviselni Obermayer Istvánt. Ő szintén kitűnő faszobrászunk, fafaragónk. Sajnos szétkapkodják a tárgyait, úgyhogy mindig esetleges, hogy éppen mit találunk otthon, de úgy gondolom, hogy ezek a tárgyak jól mutatják azt, hogy milyen stílust képvisel. Egy helyt áll egyaránt a népi kultúrában, és hát a Szent István szobor az egy igen míves alkotás. Több ilyet készített. Mellette egy másik műfaj, Csóti Gabriella kerámia művésznek a munkái. Ő is csak pár darabot tudott most elhozni a gazda kínálatból, de egyedi stílust képvisel mind színben, mind a világban. Ő is besegít a kézműves foglalkozásokon, úgyhogy szintén tanítja a gyerekeket az agyagozás rejtelmeire. Szökrényes Anitának a dekupázs alkotásai. Ő tulajdonképpen úgy szerepel, mint Levendula kézműves műhely. Ez egy komplett konyhai készlet, a pipacsos készlet, és sokfajta, sok variációban, sok mintával készíti ezeket a tárgyakat. Bakony Dekor műhely, aki tulajdonképpen fára, bőrre egyaránt lézer gravírozással különböző mintákat tudnak készíteni. Nagyon sok műfajban helyt állnak, láthatjuk, hogy izgalmas dolgok, mint a szarvasos vagy a sasos óra, ez azért egy finomabb munkát igényel. És végül, és hát tulajdonképpen nem nekem kellene bemutatnom Bányai Imrét, akinek az eredeti mestersége lakatos, és ahogy nyugdíjba ment, kezdett foglalkozni a különböző korok és kultúráknak a késeivel, harci eszközeivel, fokosaival, és hát igen gazdag készlettel rendelkezik. Diákként dolgozott nálunk az önkormányzatnál Szabó Nóra, aki az Irci Művészeti Iskolába járt éppen, és az ő régi bakonybéli képekről készült festményeit is itt láthatjuk. A munka oroszlány része szerintem a tiéd volt. Nehéz heteken lehetsz túl. Nehéz hetek voltak, nehéz hónapok voltak, inkább így mondanám, hiszen valamennyi települést, ami az 1086-os Szent László által kiadott oklevélben szerepel, és a Bakonybéli Bencés Monostornak a birtokaként említik. A monostor segítségével ugye sikerült összegyűjteni, és minden falut megkerestünk levélben, és tisztelettel meghívtuk erre az alkalomra, és nagy örömünkre sokan reagáltak is, és nagyon nagy öröm. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szó, hogy itt 11 település képviseltette magát, és nagyon nagy szó, hogy a művészeti csoportokat is elhozták, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy ebből a találkozóból tényleg a falvak között egy együttműködés, egy kölcsönös kulturális csele ki tud alakulni, hiszen azért jöttünk össze, és úgy tapasztaltuk, hogy a meghívottak részéről is van erre fogadókészség. Úgyhogy őket, mint későn megtalált testvéreinket köszöntöttük itt a mai napon, és ünnepeltünk együtt az 1000 éves Bakonybélt. Szeretettel üdvözöllek benneteket itt Bakonybélbe. Ugye 1000 éves falvak találkozója, hagyományok. Hát ha valaki, akkor ti őrzitek a hagyományokat.
Igen, őrizzük. Szélközségből, a Rába közből érkeztünk. Mi egy búcsúi mulatságot, hangulatot idéztünk a színpadra, amit minden éven pünkösdöt követő két héttel tartjuk a faluba, és a Szili Hagyományőrző Egyesületnek ebben nagyon nagy szerepe van, hiszen a világi búcsút a táncosok nyitják meg a délután két órai litániát követő néptánccal, karéjjal, illetve csárdással, dussal, minden kocsma előtt megállva, és ezután kezdődhet a búcsúi mulatság, a világi búcsúi mulatság. Világi búcsúi mulatság, ez kifejezést, ezt magyaráz meg nekem, légy szíves, vagy nekünk. Hát ez azt jelenti, hogy ugye van egy hagyományőrzős, ami mi vagyunk, ami felvonultatja a búcsúi jelképeket, ugye a perecet, a királyfát, a bort, tehát ezek a búcsúi kellékeink igazából, régen is az volt és most is, illetve a világi búcsú az az, amikor a tisztelt hazalátogató közönség belátogat ugye a búcsúba, a ringispik közé, a sátrasok közé, tehát az a világi búcsú igazából. A mi egyesületünk 1978-ban alakult, mint táncegyüttes, és 1989-től működik egyesületi formában, 50 taggal működünk, ebben van a 10-11 éves kortól a 60 éves korosztályig mindenkit felölel, ezért hagyományőrző. Milyen gyakran tudtok összejönni? Heti egy próbánk van, pénteki napon 8-tól, hát 11 éjfélig, ameddig bírjuk. Mindenkitől megkérdezem, amikor ennyi elfoglaltsága van, a család ezt hogy tolerálja? Hát úgy tolerálja, hogy például az én családom mindenki táncol. Ennyi. Sőt, a testvérem is, és remélem, hogy az unokám is fog, van egy unokám. Jó, Bakony Bél, hogy tetszik nektek? Hát nagyon szép, csak rövid időt tölthettünk a falu nézéssel, úgyhogy remélem, hogy egyszer egy külön kis összejövetelként visszalátogatunk ide a településre. Nagyon aranyos kis település. Itt az emberek tapsoltak, gondolom, hogy mindenhol így fogadnak benneteket. Igen. Igen, hát hagyományőrzésben próbálunk minden ünnepeinket felvonultatni. Van egy szili lakodalmunk, van a szili búcsunk, söprütánc, karétánc, cséptánc, amit egyedül mi mutatunk be a Rába közbe, úgyhogy igyekszünk minden ünnepkörnek megfelelni. A reneszánszát éli a néptánc, hála jó égnek, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Te mit tapasztalsz ebből? Szerencsére nálunk művészeti iskola működik az általános iskolában. Művészetoktatás keretében tanulják a gyermekek a néptáncot, ezért onnét mindig van utánpótlásunk. És hát a nagyvárosokban meg főleg. Tehát ott is nagyon sok különböző korosztályok tudnak külön-külön működni. Ez egy 1400 lelkes településen ez nem lehetséges, ezért van hagyományőrző, ahol mindenki ott van. Akkor még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is, és további szép napokat nektek. Köszönjük szépen mi is, hogy itt lehettünk, és megmutathattuk a szili hagyományokat a bakonybéri közönségnek. Én személy szerint örülök, hogy ennek része lehettem. 1000 év azért az nem kevés. Igen, én is. Én nagyon büszke vagyok, ugyanakkor egy nem könnyű feladat, hogy ugye
egy ilyen település, pont most pont én vagyok, akinek ezt le kell vezényelni, természetesen szívesen, alázattal és odadással csináljuk a kollégáimmal együtt. Örülünk neki, hogy tényleg megtehetjük, és próbáltuk úgy megoldani, hogy amit mondtam, hogy méltó legyen az ünnephez, mind a falubelieknek, mind a monostornak. Arra különösen figyeltünk már a tervezési stádiumba is, egy-két évre visszamenőleg is, de ezt említettem is, hogy a monostorral közösen, tehát hogy ez egy közös gondolkodásnak az eredménye legyen, ne az, hogy csak egy szintiszta önkormányzati gondolkodás, mert hát ha olyan pályára tévedünk, amit ők nem jó szemmel néznek, tehát ezért itt ez egy ilyen közös egyeztetés volt, és ugye azt azért talán kiemelném, hogy itt a milanomi rendezvényekből ez most az egyik. Nem mondom, hogy az első, mert hiszen te tudod, hogy voltak projektindítók az egyháznál is, nálunk is volt ilyen, talán ott is mi indítottuk el a milanomi évet, áprilisban, ha jól emlékszem, és még ugye számos rendezvényünk lesz idén, és ugye fontos kihangsúlyozni, hogy 19 nyarán fogjuk befejezni ezeket a rendezvényeknek a lezárását, amivel azt mondjuk, hogy a millennium évet lezártuk. Ennek két oka van egyébként. A Milanommal kapcsolatban megnyert pályázataink nekünk is vannak, és az egyháznak is, és ezeknek a kivitelezése, megvalósítása folyamatban van, és ezek átnyúlnak a jövő év tavaszára, nyár elejére, úgyhogy igazából egy méltó lezárás, hogy a helyszíneink is megújulhassanak, ezek gyakorlatilag jövő nyár végére, közepére állnak össze, és ott tervezünk majd az egyházzal egy közös ilyen záró ünnepséget. Hogy nyertetek. Igen. Hurrá! Hurrá! Teljesen mások voltak a tagok. Gratulálunk, Zoli! Úgy látszik, hogy megőrzitek vezető helyeteket. Gratulálunk! Na, sziasztok! Mit csináltok? Mit csinálsz? Egy nyihaházó lovackát. Hogy csinálod, hogy ilyen szép legyen? Így. Az ujjunkkal tesszük rá ezeket. És le akkor... kell szedni így. Na akkor mutasd meg, hogy csinálod. Leszedem. És hogyha betelült, akkor le lehet szólni a többi. Te mit csinálsz? Milyen állat az? Hát. És miért mosolyogsz ennyire? Mert örülök, hogy csinálhatok. Én macskát csinálok. Mutasd ide a kamerának. Szigethalmon lakunk, de elutaztunk ide Somhegyre a mamámhoz. Somhegyi a mama? Igen. Jó, akkor jó szórakozás nektek. Köszönjük. Na hello, szia, mit teszel? Áruld el nekem. Hát ilyen valamilyen krumpli, nem is tudom mi, de nagyon finom. Azt látom, mert nagyon vigyorok. Hát tényleg nagyon ízlik. Nem ettél még ilyet? Nem. Őszintén szólva először eszek ilyet, de nagyon bejön. A szüleid hol vannak? Ott. Ő a nagymamám, ő a húgom, ő a nagypapám, ő meg az apukám. Na, akkor most megkérdezzük, hogy mikor vesznek ilyen gépet, jó? Jó. Hello, sziasztok, honnan érkeztetek? Sziasztok, győriek vagyunk. Rendezvényre lőttetek, vagy pihentek itt egyébként? Itt pihenünk, a szüleim vásároltak itt egy hétvégi házat, és itt tölti a hétvégét a családunk. Bakonybél mit jelent nektek?
Hát Bakony Bélit a Bakony központi helye a tájvédelmi körzetben. Ezt emelte ki a családunk, hogy itt szeretné a szabad idejét eltölteni. Egy nagyon kedves kis hely, gyönyörű a környezet, jó a hangulat, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Kirándulni szoktatok, gondolom? Kirándulni szoktunk, futni, biciklizni, igen, igyekszünk aktívan pihenni. Hétvégi házunk van Bakonybélbe, egy kis parasztház, amúgy győriek vagyunk. Szeretik Bakonybélt, miért pont Bakonybél? Nagyon szeretjük Bakonybélt. Hát ennek hosszú története van, igazából egy családi história, mert én a Bakonyban születtem, bakonyi lány vagyok, és ezért szerettük volna, hogy egy kicsit így a gyökereinkhez visszatérhessünk. Sikerült visszatérni? Sikerült, igen. A ház és a berendezése az olyan, mint amilyen a nagymamámé volt. Fontos a múlt ilyen szempontból? Hát, ahogy halad előre, az idő egyre fontosabb. Átértékelődnek a dolgok? Mindenképpen, igen. A lelkem mélyén falusi lány vagyok, bár 4 éves korom óta Győrben élek. És az unoka hogy viseli ezt a vidéki életet, vidéki létet? Nagyon szeretik. Nekik ez egy kis kitérő a városi életből, nekem meg a régi életem. Jó, hát akkor ehhez kívánok én sok-sok-sok boldogságot. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt. Viszontlátásra. Hogy jöjjön Bakonybélbe, látogassa meg Bakonybélt. Nyilván tudjuk, egyik ok a turisztikai oldal, a másik pedig a szellemiség, amit most idén mögé tudunk rakni. Igen, én azt gondolom, hogy jó szívvel invitálunk mindenkit Bakonybélbe, akár turistát, akár kirándulót, akár vallási turistát, és ugye ez az 1000 év, ez a millennium, ahogy említettem már, a kereszténységünk miatt, ez egy fontos megállóhely lehet idén mindenkinek. Egy kicsit eljön, lecsendesedik. Itt nálunk azért egy hétköznapi szerda délutánon valaki kimegy a Szentkúthoz, ezt te nagyon jól tudod, leül, egy kicsit elelmélkedik, én azt gondolom, hogy meg lehet állni egy kicsit ebbe a pörgésbe, el lehet gondolkodni, hogy Szent Gellért ott remetéskedett 1000 évvel ezelőtt azoknál a szikláknál, abból a forrásból ivott, ahonnan most is csordogál a víz. Én azt gondolom, hogy ez mindennél többet ér. Igen, szépen összekötötted, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, és része lehettünk ennek az eseménynek. Hát Bakonybélnek meg hajrá! Köszönjük szépen! Hogyha valahol él az ember, akkor pontosan ugyanolyan kötelessége ismerni annak a településnek a múltját, a kultúráját, ahogyan fontos ismerni az embereket, a szomszédokat. Hozzátartozik az ember identitásához, hogy tartozik valahová.
én nem Bakony Bélinek születtem, én 20-valahány éve élek csak itt, ezt a települést én választottam. Nagyon fontos, hogy tartozunk valahová. Itt találtunk közösséget, itt találtunk barátokat, itt találtunk embereket. Az ő ünnepük a mi ünnepünk is. És az, hogy egy település megélte az 1000 évet, és elmondhatja magáról, hogy 1000 éve van itt a Bakony közepén, és 1000 éve szerepel a neve a magyar történelemben, ez igen, mindenkinek nagyon fontos. Ilyen egyszer fordul elő az ember életében, hogy egy ilyen alkalom van. Igen, nagyon mély gondolatokat feszegettél, és csak egy gondolat még én is hozzátenném, hogy ennek az 1000 évenek te is, én is, Bakony Bél is része. Így igaz, és ez az 1001. évben is így legyen, és legyen így az 1010-ben is, és a 2000-ben is, hogy itt vagyunk, meg vagyunk, és él ez a falu. Köszönjük, és akkor ezzel a gondolattal köszönök el. Köszönöm én is.